Köszöntöm a stúdióban vendégemet, Szedlák Mátét, a Burger Project egyik tulajdonosát, akivel átbeszéljük, hogy mi a jó hamburger titka. Szia Máté, köszönöm, hogy eljöttél. Szia, köszönöm szépen a meghívást. Kezdjük először azzal, hogy jól ejtem, mert ezen mindig gondolkodtam, hogy ugye Burger, de Project, de akkor Burger Project, ez meg túl ilyen amerikás, hogyan jó, vagy bárhogy jó? Szerintem bárhogy jó, mert nincs ilyen megállapodás közöttünk, tehát hogy ez egyébként Burger Project. Jó. De főleg azért, mert RP és a társaim, ők Sydneyből, illetve Hawaii-ról jöttek, tehát hogy ők ilyen nagyon világlátottak, és ők nagyon jól beszélnek angolul, de hogyha Burger Project, akkor a lényeg, hogy ránk gondolsz. Jó, igen, mindenképpen rátok. Előre is elnézést, valószínű ugrálgatok így a nevek között, de rátok gondolok végig, jó? Tehát ez a legfontosabb. Na, mit kell tudni erről a hamburgerezőről? Mióta vagytok, hogyan jött az ötlet, hogy egyáltalán ezzel foglalkozzatok? Ez gyakorlatilag nekünk ez egy ilyen szerelemprojektnek mondhatjuk, hiszen ahogy említettem előbb az üzlettársaimat, mi négyen vagyunk ebben a bizniszben. Tulajdonképpen Árpi az, aki Palotán elkezdte ezt 2020-ban, amikor a Covid történt, akkor ő Rákospalotán nyitott egy nagyon-nagyon pici ilyen egyemberes helyet. És tulajdonképpen ő minket keresett meg 2022 elején, mi addig jártunk hozzá, és nagyon szerettük a burgerét, meg ő megkért engem, hogy csináljam a menüjét, tehát így már összekapcsolódtunk ő a Tamással, a Rotyik Tamással, másik üzletársammal, akivel nekem van egy közös bizniszem, vállalkozásom, az XXL Futár. Ők ismerték egymást személyesen, és így talált meg minket Árpád. Kicsit bonyolult a történet, de ezt így el kell mondani, hogy 2022-ben azzal keresett meg minket, januárban, hogy tehát nem is olyan régen, több mint egy éve, alig több mint egy éve, hogy ő talált egy üzlethelyiséget, és ez neki nagyon-nagyon tetszik. Hát amikor ide jöttünk, nekünk annyira nem tetszett, mert hogy ez egy lerobbant zöldséges volt. Tulajdonképpen ilyen 80-as években építették ezt a pavilont, és ez olyan állapotban volt. Igen. Tehát ez volt már, nem is tudom, tényleg bőröndös, az volt, emlékszem. Ingatlanos, és akkor zöldséges évekig. De állítólag valamikor nagyon régen még burgeres is volt, és a gyroszos mondta nekünk, hogy itt a burgeres az nem fog menni. Igen, mondtuk neki, hogy azért majd mi ezt tudjuk, hogy fog ez menni szerintünk. Szóval így indult el ez az egész, hogy jött ez a lehetőség, neki pénze nem volt hozzá, hogy megvalósítsa, és tulajdonképpen megtalált minket, mi meg jó lehetőséget láttunk benne. Ezek a szerelemprojektek a legjobbak szerintem, amikor így összeállunk, ugyanazt akarjuk, és akkor meg tudjuk valósítani, és hát pozitívak is a visszajelzések, hogyha jól gondolom. Igen, nagyon. Tulajdonképpen nem is lehetne jobb, mert amit kiemelnek, vagy amit negatívként hoznak föl, az például a hely kicsi mérete. Ami egy adottság, és szerintünk egyébként egyáltalán nem hátrány, hiszen gondolkodtunk rajta, hogy egyáltalán legyen-e egy asztal, vagy nem. Aztán betettünk egy asztal, de igazából nekünk a házhoz szállítás, ami egy nagyon fontos láb, meg a terasz, amiről majd szó esik. Igen, akkor beszéljünk is a teraszról szerintem, hiszen már kész van az új terasz, ahol többen le tudnak ülni. Igen, ezt szépítgettük, elképzeltük ezt is, hogy milyen lesz. És ahogy mi ezt meg szerettük volna csinálni, tulajdonképpen már későn lett kész tavaly, úgyhogy az idei az első szezonja ennek a teraszunknak, de itt tényleg egy 10-12-15 ember is le tud akár egyszerre ülni, úgyhogy ez egy nagy bővülés. Ahogy hallgattam a történeted, arra gondoltam, hogy muszáj megkérdeznem, hogy neked újpesti kötődésed van, vagy volt esetleg? Én egyébként Újpesten születtem, és mindenkit különböző irányokban, ahogy mondtam, sodort az élet az évek során, de nekem nagypapám az újpesti úszodában volt úszásoktató, úgyhogy én valahogy visszakerültem Újpestre, és nekem ez a gyökereket jelenti abszolút, úgyhogy itt jártam általános iskolába, innen ismerjük egymást tényleg Tamással és Dáviddal, úgyhogy azért megvan akkor az újpesti múlt mindenféleképpen. Térjünk rá akkor egy kicsit a hambikra. Mi a ti hambitoknak a titka, bármi info jöhet? Hogyan készülnek, alapanyagok, stb.?
Igen, hát az a titok, hogy nincs titok, mert hogy a minőségi alapanyagok az ami ilyenné teszi a burgerünket, illetve mi egy úgynevezett smash burgert készítünk, tehát nagyon-nagyon laposra szétnyomjuk a húsunkat, ezért az alapelképzelés, amikor RP elkezdte, akkor ő alapból két hússal adta a szendvicseket, de most is ajánljuk, hogy érdemes kettővel kipróbálni, de a piaci igény azt mutatja, hogy van igény az egy húsra is, vagy hogy sokan azért úgy kérik, vagy nem akarnak két hússal lenni. A zsömléről mit kell tudni? Ez egy ilyen vadkovászos dolgokra, pékárúra specializálódott pékségből érkezik. Az szintén, ahogy a hús is egyébként, az is nagyon fontos, hogy minden nap reggel érkezik, tehát a bucit is aznap sütik reggel, és úgy érkezik hozzánk frissen. Akkor minden friss igazából, és akkor ott készül elkészítésre, ez most nagyon csúnyán fogalmazod, de hogy tulajdonképpen erről van szó. És ahogy nézegettem az étlapot, azt láttam, hogy vannak így a kvázi úgymond basic burgerek, amik nem úgy basicek, hanem amik mindig megtalálhatóak a kínálatban, és vannak ilyen havi ajánlatok, ezt jól érzékeltem? Igen, ez azért van így, mert ahogy láthattad is, egy ilyen nagyon szűk alapot akartunk, tehát egy nagyon rövid étlapot akartunk létrehozni, hogy tényleg ezek az erős tételek rajta legyenek, de ne az legyen, hogy 30-ból kell választanod, mint általában mondjuk egy pizzának, a pizzazónak az étlapján, hanem tényleg az van, hogy van 7 alapburger, meg a csirke és a malacburger, de ezen kívül viszont szerettünk volna, húzogattunk le tételeket, ami már majdnem befért, de végül nem került föl az étlapra, és ezeket szerettük volna, ezeket az ötleteket megmutatni, ezeket az ízeket, és ezért találtuk ki a Destination Projectet, ami meg gyakorlatilag azt mutatja be, hogy tényleg volt itt már Ausztrál, ami a Sydney-ben, amit a Dáviddék ettek, és azt mondták, hogy azt muszáj megmutatniuk, egy ilyen céklás burger. Tehát nem feltétlenül olyat, amit minden nap eszel, vagy nem feltétlenül olyan, amit minden burgerezőnél megtalálsz, de egy olyan, ami egy izgalmas, egy változatos, volt már például ananászos burgerünk is, úgyhogy tényleg. És mindegyikre először lehet, hogy azt gondolod, hogy hát nem is biztos, hogy ennék egy ananászos burgert, és amikor megkóstolod, akkor meg azt mondod, hogy hú, ez tényleg jó. Igen, nagyon érdemes ezeket kipróbálni, mert az ember nem is gondolja, hogy mennyire pluszt ad igazából, és hogy nagyon-nagyon jó íze van, hanem elsőre az, hogy Jézusom, mi ez? Aztán így tök jó, hogy meg tudja kóstolni. És neked is nagyon jó, gondolom, hogy ilyen, hát nagyon csúnyán fogalmaz, a világlátott emberekkel együtt dolgozol, mert egy csomó input érte őket, amiket így be tudnak illeszteni a mindennapjaitokba. Igen, abszolút. Hát ez azért is vagyunk ebbe így benne többen, mert RP hozta ezeket az ötleteket, ezt az ízvilágot tulajdonképpen, illetve ő volt az, aki azt is említsük meg, hogy aki felfedezte ezeket a beszállítókat, és elmegy a legvégsőkig, elmegy a falig, mert például a húsunknál igaz az, hogy volt nagyon-nagyon jó húsbeszállítónk, de romlott a minősége, nem hozta már ugyanazt, mint hónapokkal ezelőtt, és akkor úgy voltunk vele, hogy akkor megyünk tovább, tehát hogy senkinél nem ragadunk le, de visszatérve arra, amit mondtál, tehát RP önmagában nagyon-nagyon ügyes, és tényleg nagyon jó ízekkel dolgozik, de üzletileg nem tudta volna ezt megvalósítani, mert pénzügyileg nem volt rá alkalmas, és ebben a Tamás, aki nagyon ügyes, a Dávid az arculatot és a brandet készítette, és akkor én vagyok a marketingért és a kommunikációért. Minden nap nyitva vagyunk, 11-től 21 óráig, ami azt jelenti, hogy ilyen 8:30, 8:45-kor azért már érdemes az utolsó rendeléseket leadni, de olyan szinten, hogy tulajdonképpen a nyitás óta, ami most lesz majd egy éve, azóta egy napot voltunk zárva, tehát... Nyomjátok. Tehát nyomják a srácok keményen, igen. Köszönöm szépen, Máté, hogy eljöttél hozzám, és beszélgettünk, és további sok sikert kívánok neked és nektek. Köszönjük szépen. Én pedig elköszönök a Mozaik nézőitől, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottak, és jövő héten találkozunk.